Na, szóval, hogy... Na, lenne egy kérdésem. Miért feltételezik azt az emberek, hogy amióta kisbabát várok, minden egyes szent pillanatban a terhességről akarok beszélni? Mert hogy azóta bárhova megyek, bárkivel találkozom, a szokásos hogy vagy kérdés felváltotta a hogy vagytok. Amire ugye többes szám első szemében nem igazán tudok válaszolni, mivel nem tudok a kisbaba bőrébe bújni. Furcsa, mert eddig mindenki a szemembe nézett, most viszont mindenki fél méterrel lejjebb tekint. Hogy vagytok? Hey, my eyes up here. Szóval ezt a kérdést most már remélem, hogy kiveséztük. Azt még megérteném, hogyha egy olyan nőtől kérdeznének folyamatosan terhességgel kapcsolatos kérdéseket, aki erre készült, olvasta a baba könyvet. De mint ahogy azt tudjátok, nálunk ez nem így volt. Mitől kéne, hogy tudjak olyan dolgokat, hogy majd milyen mellszívó készüléket fogok használni egyik napról a másikra? Mert ez igazából nem úgy működik, hogy így megtermékenyülünk, és akkor utána így BOOM! Egyből tudunk mindent. Nem, nekem még mindig fogalmam sincs, hogy mikor lesz tej, hogy majd mondjuk mikor kéne lefektetni, aludni, hogy egyáltalán hogy fogjam meg. Szépen lassan a saját tempómban haladva, hétről hétre, egyre több mindent fedezek fel, és egyre több mindent tudok meg erről az egészről. De amikor mondjuk részt kell vennem egy családi eseményen, vagy régi ismerősökkel találkozom, akkor hirtelen annyi kérdéssel árasztanak el, hogy valószínűleg én leszek az első, aki lelép az eseményről. Nem tudom, hogy miért érzik úgy páran, hogy amikor meglátnak engem, mint terhes nőt, akkor el kell egyből mesélniük, hogy amikor ő szült, milyen szaga volt a mélepénynek. Vagy hogy miért tör elő a szüleinkből az, hogy megosszák velünk, hogy mi hogy készültünk. Nem beszélve a kéretlen tanácsokról. Lényegében le vagyok korlátozva más emberek által. Tehát nem arról van szó, hogy én mit érzek jónak, vagy én mit szeretnék, ne! Hallgassak másokra, akik szültek már 50 gyereket, mert azok biztos, hogy jobban fogják tudni, hogy a te gyerekednek mire van szüksége. Ne menj a vízbe, mert még elkapsz valamit. Ha sportolni szeretnél, csak az úszást ajánlom. Mi van? Valljuk be, kismamák, ez egy csodálatos dolog, de... Könyörgöm, nem akarunk a nap 24 órájában ezzel foglalkozni. Én még élek! Úgyhogy én most elmentem 2 hétre nyaralni. Gondoltam, egy kis kikapcsolódás, egy kis agymosás végre rám fér. De a nyaralás is csak a kínvallatásról szólt. Mi az, kicsit rosszul vagy? Kicsit hányingerem. Ó, amikor én terhes voltam, egész nap hánytam, fel se bírtam kelni. Nekem hál' Istennek ilyen nincs. Ó, majd lesz. Na, hogy van a babád? Majd megkérdezem tőle. Anyagilag fel vagytok erre készülve? Itt volt a gyerek, itt fent éreztem, egész nap csak öklendeztem, jött a sav. Jézusom, gratulálok, és terveztétek? Te, az orvos mennyi? Vajuttam vagy 18 órát veled, aztán amikor szülésnél persze fenékkel jöttél, szana szétrepett a gátam. De amúgy hallod? Hogy viseled? Kitti, bene gyere! Hát tudod, hogy nem szabad terhesni. Adja a pénzt. És amikor már befostál, a hátad közepéig olyan voltál, és majd meg fogod érezni az anyateljes fosnak olyan igazi, édes, büdös fos szaga van. És hány éves is vagy? Kittim is. Kisfiú vagy kislány. És mi lesz a neve? Másnap nem volt tejem, begyulladtak a melleim, a szüléshez képest az semmi. Lehetne, Ádám. Figyelj, Marti, jól viselkedik, vagy megverjem? Na és akkor melyik nap legyen a tejfokasztó? Péntek vagy szombat? Meg a... Szóval a csajokat intézzétek. Jászmin. Császár vagy rendes szülés? Levente. Ittim, iszol eleget? Tudod, hogy sok folyadék kell a szoptatáshoz? Ittál eleget? Tedd le, mert nehéz. Bekented magadnak tejjel? Cukrosat ne egyél, mert elhízol. Egyél banán, jó, a babának. Ez nem, meg ez tiszta cukor. Tihamér? Gátmetszés vagy olaj? Hé, ki se talált, hogy lesz valami. Azt tudod, hogy árthat a babának, úgyhogy... Elemér? Vitaminokat bevetted? Boldog. Boldog vagy.
De mindezt leszámítva életem legjobb időszaka volt. Egyébként jobban vagy. Erről beszéltem. Hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, osszátok meg, küldjétek el olyan kismamának, aki hasonló cipőben jár, mint én, vagy esetleg ismerős neki a szitu, és iratkozzatok fel, hogyha valaha volt közöttök a szüléshez. Vagy láttatok már valakit szülni, vagy valamelyik családtagotok terhes volt, vagy valaha láttatok már kisbabát, vagy bárki, akinek valaha volt köze születéshez. Szóval, hogyha megszülettél, akkor lényegében iratkozz fel a csatornára. Iratkozz fel, ha akarsz még ilyen jó poénokat hallani. Kövessetek Instagramon, Facebookon, és hogyha kérdezitek, köszönjük szépen, jól vagyunk. Puszi!